a kulcsot. Elindult a hegyre, sapka nélkül. Sziasztok, Bence vagyok, ez itt az expedíció. Itt vagyunk még mindig Szarajevóban, és a mai napi terv az, hogy felmegyünk a Trebevics hegyre, megnézzük a 84-es elhagyatott olimpiai bobpályát, és utána megpróbálunk felmászni a csúcsra, ami 1603-10 méter. De nagyon-nagyon durván meredek utakon vagyunk. Én nem is értem, hogy itt autóval hogy lehet föl lejárkálni. Miért videóhozott, nem ültem. Balázs gondolt, hogy kicsit megpihen ezen a kanapén. Csak kicsit kényelmetlen, mert tudod, nem ülök. Jó van, ezt a szintet is sikerült elérni, amikor csinálunk valamit, és utána visszamegyünk egy hegyen a kameráért. Úgy teszünk, mintha nagyon sok kilométert jöttünk volna, de a helyzet az, hogy igazániból még csak fél órája mászunk felfelé egyenesen. Még nagyon az elején tartunk, de én már azért egy picit érzem a lábamat. De most jön az a rész, ahol így kell menni, és ez így annyira nem egyszerű. Szóval eljöttünk arra, merre mutatta a utat. Mi rövidebbnek rövidebb, csak itt sok helyen bokáig ér a hó. Na, úgy néz ki, megérkeztünk a bobpályához. Amúgy elvileg itt ezen végig is lehet sétálni, szóval menjünk arra, merre mutatja. Aztán hát megnézzük, hogy ott mi van. Mert ez a fönti rész is az szerintem. Felértünk a bobpályának ahhoz a részéhez, amit láttunk jó sok fényképen, ott el van graffitivel. Csak úgy néz ki, hogy a legtöbben ide nem gyalog, hanem autóval jönnek. Nem olyan kemények, mint mi. Ezt majd a nap végére szóval olyan kemények, mint mi, ezt majd lehet, hogy felülvizsgáljuk. Ugye 84-ben Szarajevó rendezte a téli olimpiát, és ez volt az a bobpálya, amit akkorra építettek, itt versenyeztek a bobosok, meg a szánkósok is. Mostanra egyrészt már az is érdekes, hogy teljesen elhagyatott, de ami a történetnek a szomorú része, hogy itt nem csak arról volt szó, hogy ez egyszerűen lerohadt, mert nem használták, hanem 92 és 96 között a boszniai háborúban ezt gyakorlatilag árokként használták a boszniai szervek. És ami extra érdekessé teszi a dolgot, hogy most van a Pjongcsángi téli olimpiának az utolsó pár napja, és hogy 34 évvel ezelőtt ezeken a helyeken versenyeztek a világ legjobb sportolói. The heavy snow has made the course treacherous. Delahunty is a good driver, fine pilot, the British national champion. Now into nine, now into laboratory, as he's scared and he's over! Delahunty's over, we don't see the driver. He puts that foot any place he wants. Let's watch him in the finish, the final curve, the whip around. Egyébként ez nem teljesen igaz, hogy ez mostanában teljesen elhagyatott, meg nem használják. Elvileg néha szoktak itt a helyi gördeszkások versenyeket rendezni. De azért ez tök jó, hogy így vannak emberek, akik megtalálják ezeket a régi létesítményeket, és aztán valamilyen módon így azon újra élettel töltik meg. Megálltunk egy ilyen, nem tudom, sosem voltam síelni, de azt gondolom, hogy egy hütte az valahogy így néz ki. Így néz ki. Viszont egy Mountain Tea-t, ami Balázs szerint csipkebogyó tea. De mi nem kóstoltuk. Illatra egyébként tényleg olyan. A kilátás is elég szép. És végre jó zene. Beatles mindenhova elér. Meggyesi Péter tudnám idézni ezen a ponton. Utálágazódáshoz érkeztünk, és két támla van, mind a kettő a hegy tetejé felé mutat. Én azt mondanám, hogy ez a jó irány. Én azt mondanám, hogy ez a jó irány, csak ez megint ilyen erdőbe fog vinni a búvánodba. Megkérdezik? Aha, igen, kérdezik meg. This one to the top, top Trebevics? Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. Okay, thank you. Voilà. Fú, ilyen döntésekkel. Meggyesinek is meggyűlt volna a baja. Nem nehéz a választás. Na, úgy látszik túl sokat panaszkodtunk, hogy túlságosan kiépített az út. Most már ilyen elhagyott a úta jövünk.
ahol már magunk előtt tapossuk szinte az utat. Balázs már liheg. Az biztos. Inkább szomjas vagyok. Higgyunk. Hidratálás fontos. Nem csak hogyha hegyre mentek, mindig igyatok meg napi 2 liter folyadék, 3 liter? Napi 3 liter folyadék az. Életmód magazint is folytat. Igen, még nem döntöttem el, hogy így a travel lifestyle vlog tengelyen hol helyezkedjek el, úgyhogy próbálok néhány hasznos tanácsokat is elhinteni. Eszünk is egy jó dörmi édest, ami Barnélak hívják. Reméljük ilyenekkel nem találkozunk. Hogy kell ját a jegesteknek? Itt! Eloszlatva a súlyt! Elfogytak a lábnyomok, úgyhogy 20 centis hóban haladunk tovább. De az a taktika, hogy kanyaronként váltunk, egyszer Balázs, egyszer én töröm az utat. Most értsük el arra a pontra, amikor azt csináljuk, amit előzősen azt mondtuk, hogy nem nagyon kéne. Egy ilyen jelöletlen úton megyünk, valószínűleg másfél méteres hóban körülbelül. Tessék? El kell rakni a mobilomat jobb helyre. Elindultunk azon az úton a gerincen. De nagyon járhatatlannak tűnt. Most az a cél, hogy megpróbálunk ezen az úton minél hamarabb bejutni az a csúcsig, amit elvileg azt gondoljuk, hogy oda szeretnénk eljutni. És aztán húzunk vissza minél gyorsabban, ahogy csak tudunk. Most elgondolkodtunk, hogy fel akarunk elni, vagy megfordulunk. Lehet, hogy meg fogunk fordulni amúgy. Elértünk egy csúcsszerűségre, de egyáltalán nem tűnik úgy. Egy dolog jelzi, hogy itt valahova feljutottunk, és úgy jó helyre. Nem biztos egy magas torony, ami a ködbe vész. És mögötte egy ugató kutya. Visszaértünk ahhoz a ilyen kis, mint utóbb kirárult magánházhoz, ahonnan hát nagyjából egy ilyen felfelé egy ilyen 20 perc volt a teázós hely. Balázsban azért megállapodhatunk, hogy meglehetősen bot csinált a túrázók vagyunk. Így ne túrázz Szarajevóban, ez lesz a videó címje szerintem. Hogyha örültetek, hogy nem fagytunk meg az erdőn, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok ezt a videót, és írjátok meg, hogy valószínűleg a túrának melyik pontján hoztunk olyan döntést, amit nem kellett volna.